szüret előtt már nincs elég idő, hát szüret után lesz az esküvő. S majd azután Nászútra megyünk, és hegyen völgyön boldogok leszünk. Majd oda viszlek téged, cicám, ahol majd ezt húzza a cigány. Déli bábos hortobágyon egy kis kurta kocsma van, mert a jó bort úgy imádom, hát ott érzem jól magam. Kereshet engem a családom, sohasem ér véget a dinomdánom. Déli bábos hortobágyon mindig alig húzatom. A színpadon egy nagyot kopogok, és százicével jó bort hozatok. De mivel nehezek a borok, velünk az egész színpad forog. Jaj, jaj! Déli bábos hortobágyon egy kis kurta kocsma van, mert a jogot úgy imádom, hát ott érzem jól magam. Kereshet engem a családom, sohasem ér véget a dinomdánom. Déli bábos hortobágyon Péter Pálik húzatom. A családom, sohasem ér véget a dinomdánom. Déli bábos hortobágyon Péter Pálik húzatom. Hey! Köszönjük! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Szüret előtt című Kimit tudunkon. Örülök, hogy a felhívásunk felkeltette az érdeklődéseteket, és ennyien jelentkeztetek a rendezvényünkre. Tisztelettel köszönteném Bodó Sándor urat, de elfoglaltsága miatt nem érkezett meg, talán a nap folyamán meg fog érkezni. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az alpolgármester úrunkat, Püspökladányváros alpolgármesterét, Kis Zsigmond urat. Szeretettel köszöntöm a Tájékoztató Központ és Könyvtár igazgató urát, Tányér József urat, aki ma a zsűri elnöke lesz. Szeretettel köszönteném a Művelődési Ház igazgatónőjét, Erdei Annát, de neki is elfoglaltsága miatt nem tudott megérkezni hozzánk. Azon kívül nagy szeretettel köszönteném Kocsis Imrénét, az Életet az éveknek Hajdú Bihar megyei egyesület vezetőjét, de sajnos betegség miatt nem tudott megjelenni, és ő lett volna a másik zsűri tagunk, így a három tagú zsűri helyett két tagú zsűri fogja ma értékelni az előadásokat. Elnézést kérünk. Szeretettel köszöntöm Szénási Szűcs József urat, többszörös aranyminősítéses énekes, ő lesz a másik zsűri tagunk a nap folyamán, Tányér József úr mellett. Továbbá szeretettel köszöntöm a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesületet és a vezetőjüket, Pikó Gyulánét. A szintén Berettyó újfalusi Kék ne felejts duó vezetőjét, Kerekes Sándornét. Szeretettel köszöntöm a Márkus Ica hagyományőrző Nóta és Népdal Egyesületet Karcagról. Vezetőjük Márkus Ica, aki most nem tud jelen lenni betegség miatt, ezért Sós Kálmánné helyettes vezetőt köszöntöm.
Szeretettel köszöntöm a Nádi Rigó Népdalkört Berekfürdőről, akinek szintén Márkus Ica a vezetője, de nem tud itt lenni, ezért most Ágoston Imrénét köszöntöm, a helyettes vezetőt. Szeretettel köszöntöm továbbá a Hosszúpályi Vadrózsa Tánccsoport tagjait. Szeretettel köszöntöm a Búzavirág Pávakört és a vezetőjüket, Gere Gyulánét Kabáról. Szeretettel köszöntöm az Alvégesi és a Ritmus Tánccsoportot és művészeti vezetőjüket, Piszár Andrásnét Nyíregyházáról. Szeretettel köszöntöm a Szépkorúak Nyugdíjas Egyesületét és vezetőjüket, Szarvas Józsefnét Vésztőről. Aki nem érkezett meg, az kicsit késni fog. Szeretettel köszöntöm a Nadányi Zoltán Művelődési Ház Szenior Tánccsoportját Berettyóújfaluból. És vezetőjüket, Nagyné Kapás Juliannát. És Szabó Juliannát, aki szólóban fog énekelni ma nekünk. Továbbá szeretettel köszöntöm a Sáréti Népi Együttes Egyesületet, vezetőjüket Szabó Sándornét. Szeretettel köszöntöm a Nagyhegyesről érkező Tóth Józsefet. Szeretettel köszöntöm a Hajdúnánásról érkező Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület megjelent tagjait, vezetőjüket Toronyainé Kónya Zsófiát, de ők később fognak megérkezni. És ugyanúgy Hajdúnánásról Nagyné Szabó Katikát, akik szintén később érkeznek majd. Továbbá a Derecskéről érkező kedves barátainkat, Szilágyi Lajosnét és férjét. A Püspökladányból érkező kedves pártolótagunkat, Fekete Imréné Julikát. Az Újirázról érkező Nacsa Andrásnét és kedves férjét. A Nádudvarról érkező Majoros Sándort és kedves feleségét. Továbbá szeretettel köszöntöm a Földesről érkező Főnix Hagyományőrző Klub vezetőjét, Antos Istvánt és feleségét, Marikát és a megjelent tagokat. Én nagy szeretettel köszöntök minden kedves vendéget továbbá. Pártoló tagjainkat, vannak, akik később fognak érkezni. Juhász István és felesége, Daróczi László és felesége, Újvárosi József és felesége, Kirzsáné Baranyai Julianna és barátnői. Szeretettel köszöntöm őket is. Azon fölül köszöntöm Kárai Lajos zenész urat, aki a mai délelőtt folyamán a zenei kíséretet biztosítja. Szeretettel köszöntöm a Ladány Televízió munkatársait, a Művelődési Ház dolgozóit, a hangosításért felelős Rácz Imrét, Dínót és Kis Tamást, a Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület minden tagját. És most felkérném Kis Zsigmond alpolgármester urat, hogy egy pár szóval nyissa meg a rendezvényünket. És egy pillanat, még egy kis hiányosság. A Berettyóparti Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület Népdalkör csoport vezetője, Magyari József, őt is szeretettel köszöntjük. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden megjelentett a mai rendezvényen Püspökladány város önkormányzatának nevében. Kollégák kérdezték lent az aulában, mikor egy interjút adtam, hogy mi az oka annak, hogy megtisztelem a rendezvényt. Hát egyik oka az, hogy nyilván minden egyes alkalommal nekünk itt kell lennünk, ha Püspökladányban valamilyen rendezvényre kerül sor. Különös tekintettel, hogyha a Jászmin Bokor Népdalkörnek van rendezvénye, az nekem nagy öröm számomra. Legutóbb is, amikor a Kirzsán Imrének a éttermében tartottak egy előadást, nagyon jól szórakoztunk, hiszen elég komoly repertoárral álltak elő az ott fellépő művészek. Én úgy gondolom, hogy ma is ennek leszünk majd tanúi. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mai rendezvényhez. Köszönöm szépen!
a legelső fellépő, aki megmutatja, hogy mit tud. A Berettyó Újfalusi Nyugdíjas Egyesület, tehát a Berettyó Parti Nyugdíjas Egyesület, és bihari népdalcsoport fognak nekünk énekelni. A dalkörről rövid ismertető. A neve a Berettyó Parti Nyugdíjas Egyesülete hagyományőrző népdalköre. A népdalkör 1991-ben alakult, hosszú múlttal rendelkezik. Jelenleg a csoport létszáma 13 fő. A hagyományőrző népdalkör számtalan elismerés birtokosa. Számtalan helyre kapnak meghívást országhatáron belül és kívül való fesztiválokra, népzenei találkozókra, falu- és városnapokra. Baráti találkozókra is rendszeresen járnak. Rendszeresen fellépnek a város ünnepségein, és számos elismerő oklevelük van. A csoportot összetartja a népdal szeretete, a hagyomány őrzése és továbbadása a fiatal generáció számára. Örültek a meghívásnak, és a mai nap bihari népdalcsokrot fognak előadni. Fogadják őket nagy szeretettel. Kedves közönség, hölgyeim és uraim! A Jászmin Bokor Egyesület nevébe szeretném megköszönni és köszönteni Juhászné Orbán Máriát, az Egyesületünk vezetőjét, a munkájáért, amit ezért a szervezési rendezésért tett, valamint a születi, vagy névnapja alkalmából. Kérnék egy nagy tapsot, ma van a névnapja. Kérem a zenész urat, hogy a szokásos névnapos nótát énekeljük el neki, mi úgy szoktuk mindig, nem baj. És fogadja sok szeretettel az Egyesület ajándék. És mindenkit kérek, hogy énekeljék. Egy szál harangvidár, ennyi csak mit adhatok, és kívánok még nagyon harangvirág, ennyi csak mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Köszönjük, elnök asszony, miért? Köszönöm szépen, erre nem számítottam. És akkor folytatjuk a műsorunkat. A következő fellépünk majd Sas Lajos lesz, utána pedig a Márkus Ica hagyományőrző népdal föl fog következni. Thank you.
Köszönjük szépen a Berettyó Parti Nyugdíjas Egyesület műsorát. Gratulálunk nekik. A következő előadónk Sas Lajos lesz, aki a Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület alapító tagja. Lajos bácsi már nagyon régóta énekel, nagyon szereti a népdalokat, nótákat, és ha alkalma adódik, akkor szívesen megmutatja, hogy mit tud. Vígkedélyű, fogadjuk őt nagy szeretettel, népdalcsokrot fog nekünk énekelni. Kiöntött a Tiszaja partjára, kis pejlovam térdig jár a sárba, sáros kantászára a kezembe, én gyerek is hangyalom az ölembe, sáros kantászára a kezembe, én gyerek is hangyalom az ölembe. Azért, hogy én ilyen sápat vagyok, hogy ne hidd babám, hogy én beteg vagyok, megsávított engem a szerelem, nálad nélkül mit ér az életem, megsávított engem a szerelem, nálad nélkül mit ér az életem. Kikötöm a kis pejlovam a csárdajelébe, lehajtom a fejem a barna babám ölébe, lehajtom a fejem a barna babám ölébe, hullajtom a könnyeim a hatatári kötőjébe, de lehajtom a fejem a barna babám ölébe, hullajtom a könnyeim a hatatári kötőjében. De ezt a csárdás kis kalapot nagyon agyám vettem, mellé az ibolyát a szerető anyja tette, sír az édesanyám a szerető anyja gyászom, ellenséges golyó szorú választ el egymástól. De sír az édesanyám, a szerető mondja gyászon, ellenséges golyó szorú választ ele bástom. Ez a piros barna kislány megy az erdőbe, szedi az ibolyát sűrűn, feltekint az égre, szedi az ibolyát sűrűn, feltekint az égre. Jaj Istenem, a szerető most viszik a hadjére, de szedi a zébolyát, bőrön feltekint az égre. Jaj Istenem, a szerető most viszik a hadjére, csak még lesz ez örgesz meg a kaszár ajtaját, hogy öleljem által a vékony karcsú derekadat, magamévá teszlek rózsám, meg is halok érte, még a piros élemet is felállgatom érte. De magamévá teszlek rózsám, meg is halok érte, még a piros élemet is felállgatom érte. Rent a déli pápos fotobátom, megakadt a szemem egy barna lányba, hullámzott a köndör hajai a sötéten, mikor vele néztem a szemébe. Hullámzott a köndör hajai a sötéten, mikor vele néztem a szemébe. El is megyek hozzám, meg is kérem, legyen az egy csárdás feleségem. Boldogságot tudom nálad megtalálom, lent a déli bábos. Boldogságban tudom nálad megtanálom, lent a déli bábuszkodobágyon. De Badacsonyban van egy boros pince, egy többet ér az, mint a világ kincse. Én nem kell ékem sem a harcsa, sem a jócsa, csak a boros pincének a kutya.
nem kell éked sem a marca, sem a jóca, csak a baros pincének a kulca. Hogy nem kell éked sem a marca, sem a jóca, csak a baros pincének a kulca. Nem kell éked sem a marca, sem a jóca, csak a menes. Köszönjük szépen Lajos bácsinak ezt a kis frappáns csokrot. Most pedig következik a Márkus Ica Hagyományőrző Nóta és Népdal Egyesület Karcagról. Az egyesületről annyit kell tudni, 2008. áprilisban alakult 16 fővel. Az évek folyamán a létszáma változott, a taguk cserélődtek, jelenleg 15-en vannak. Területi és országos megmérettetésen ezüst, kiváló és arany minősítést értek el. Lehetőségükhöz mérten igyekszenek a meghívásoknak eleget tenni, katonadal, népdal, borddal találkozókon részt venni. Színesítik a művelődési ház rendezvényeit. A város két szociális otthonának lakóit minden évben műsorral ajándékozzák meg. Karácsonykor részt vesznek az Életet az Éveknek nyugdíjas országos rendezvényein. Balatonfüreden, Egerben jártak már. 2018-ban megünnepelték a Nótakör alakulásának 10. évfordulóját. Fogadják őket most nagy szeretettel, egy népdalcsokrot fognak előadni. Lánya, ne járjon utána.
édesanyjának, hogy vágjon le belőle. De az anyja azt mondta, hogy nem vág le belőle. Esztendőre, csuhaj vagy kettőre, nagy lány lesz belőle. De az anyja azt mondta, hogy nem vág le belőle. Esztendőre, csuhaj vagy kettőre, nagy lány lesz belőle. Az egri médes, mint szürke, az egri kislány, mint büszke. Ha büszke, büszke van neki, mire? Az egri kislány, mint büszke. Ha büszke, büszke van neki, mire? Az egri kislány, mint büszke. Az egri ménes, mint barna, az egri kislány, mint csalfa. Ha csalfa, csalfa, a lelke rajta, az egri kislány, mint csalfa. Ha csalfa, csalfa, a lelke rajta, az egri kislány, mint csalfa. Egy rózsafán megszámláltam száz rózsát, mind a százat elküldöm én te hozzád. Közepébe belelehelem a lelkemet, küldj vissza hát, ha nem szeretsz engemet. Közepébe belelehelem a lelkemet, küldj vissza hát, ha nem szeretsz engemet. Nem vagyok szép, csak a szemem fekete, nem vagyok én az erdőben remete. Sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája. Sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája. Sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája. Sejfaj, ne feküdj a szénagogja tövébe, körül van az rózsafával ültetve. Könnyebb volna száz rózsafát kivágni. Sejfaj, mint egy tőle kis angyalom elvárni. Könnyebb volna száz rózsafát kivágni. Sejfaj, mint egy tőle kis angyalom elválni. Sejfaj, vasárnapig nem találok szeretőt. Felszántatom a karcagit temetőt. Magamat is belégetem rózsának. Sejfaj, aki szeret, lesz, aki majd magának. Magamat is belévetem rózsának. Sejfaj, aki szeret, lesz, aki majd magának. Nád a házam teteje, teteje, rászállott a cimege, cimege. Hesre róla cimege, cimege, leszakad a teteje, teteje.
köszönjük ezt a csodálatos előadást. Szeretettel köszöntök mindenkit, én leszek a segédműsorvezető anyukámnak, Juhász Jászmin Kincső. A következő fellépő Kerekes Sándorné. A duó 2015-ben alakult két fővel. Jelenleg a duó tagja betegállományban van, egyedül fog énekelni. Számtalan elismerés birtokosai, díszoklevél, emléklap, külön díj, bronz és ezüst minősítés. Szívesen fogadják a meghívásokat, igyekeznek azoknak eleget tenni. Örömmel tesznek eleget a meghívásunknak, népdalokat énekelnek, fogadjuk szeretettel. Felkészül a Szépkorúak Nyugdíjas Egyesülete és Báci Józsefné. Feljött már a göncör szekér, ragyognak a csillagok, két szememből az elvállás, fájdalom könnye ragyog. Ahogy jöttem, már is elmegyek, itt maradni nem lehet. Bárhogy is fáj az elvállás, angyalom, Isten veled. Csináltatok egy kis házat, hol a Tisza kanyarog. Csináltatok rózsafából hárma siker ablakot. Ott élünk majd, ugye édesem, kökény szemű angyalom. Zord időbe kikinézünk a muskátlis ablakon. Lányka, lányka, kicsi lányka, ha más lesz a kedvesed, gondolj majd a kedvesedre, ki igazán szeretett. Ha nem szeretsz, majd elfeledsz, vagy talán csak hidegetsz. Bár sohasem lettem volna barna kislány a tied. Alszol-e már, édes angyalom? Hallod-e a búcsú dalom? Ha te tudnád, mi a szerelem, nem aludnál olyan édesen. Aludj, aludj, te barna hajú lány, jó éjszakát! Végig mennek a tordai főutcán a leányok. A legények csak úgy néznek utánuk. Nézegetik, válogatják, melyikük a pirosabb. A tordai lányok közül melyik a legcsinosabb. Elmennék én, barna kislány, szombat este te hozzád. Ha az a jó édesanyád nem haragudna én rám. Ébren vagy-e, barna kislány, csak egy szóra gyere ki. Fáj a szívem, árva szívem, érted fog megrepedni. Ez a kislány szomorú, mikor a fején a koszorú. Megy az Isten házába, rátekint a lányok sorára. Csatosi makönyv van a kezébe, régi szeretője van az eszébe. Páros csillag az égen, ragyog a fekete szemébe. Csatosi makönyv van a kezébe, régi szeretője van az eszébe. Páros csillag az égen, ragyog a fekete szemébe. Köszönjük szépen ezt az előadást. A következő fellépőnk a Szépkorúak Nyugdíjas Egyesülete. Kis rövid bemutatkozás is van.
Tánccsoportjuk 2003-ban alakult, műsorukban többek között szerepelt kánkán, apácasó, svábtánc, stb. Létszámuk állandóan változik, mindig a táncnak megfelelően. A legkiemelkedőbb sikerük Balatonfüreden, Hajdúszoboszlón és Hortobágyban volt. Tánccsoportjuk, amatőr egyesület, tagjaik szeretnek táncolni és szórakoztatni. Átlagos életkor 70 év. Az országos szenior táncversenyen is részt vettek, mostani táncuk egy retro tánc lesz, címe Made in Hungária. A táncot betanította Bozókiné Pondi Anna. Fogadják sok-sok szeretettel őket. A következő fellépő készüljön fel, Báci Józsefné és a Búza Virág Páva kör. Let me
Köszönjük a Vésztői Tánccsoportnak ezt a csodálatos előadást. A következő fellépőnk Báci Józsefné. A Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület tagja, régóta énekel, nagyon szereti a népdalokat és a magyar nótákat. Szívesen énekel saját maga és a közönség szórakoztatására. Két népdalt fog nekünk énekelni. Felkészül a Búzavirág Pávakör és Daróczi László. Fogadjuk sok szeretettel! Mikor ezt a kislányt megismertem, nem gondoltam, hogy így megszeretem. Sogják a fülébe, majd meghalok érte. Csak még egyszer nézzek a szemébe, arra a motorra lassan pirkod, rózsás arccal kül föl a nap alattól. A napfény sugarú besüt a szobába, csókot hint a rózsám a jokára. Szájágója madár nagyon messze, én rózsám kebelére, sugjad a fülébe, majd meghalok érte, csak még egyszer nézzek a szemébe. Sugjad a fülébe, majd meghalok érte, csak még egyszer nézzek a szemébe. Köszönjük szépen Báci Józsefnének ezt az előadást. Következő fellépünk a Búzavirág Pávakör. A Búzavirág Pávakör 2001-ben alakult a Kabai Nyugdíjas Egyesület énekelni szerető női tagjaiból. Kezdetben csak hölgyekből álló népdalkör, 2008-ban férfiakkal is kiegészült. Az évek során cserélődtek a tagok. Eleinte helyi rendezvényeken mutatták meg tudásukat, de hamar nyitottak a megyei, országos és határon túli rendezvények felé is. Vezetőjük Gere Gyuláné. Megméretteti magát a Pávakör az országos népzenei minősítőn is, ahol több arany minősítést értek el.
versenyre kell a Vas Lajos Népzenei Szövetség által szervezett versenysorozatban a minél fényesebb eredményekért két nívódíj tulajdonosai. Nyugdíjas fesztiválok színpadán is megfordulnak, számos emléklap, oklevél, különdíj, első és második helyezettek. A következő percekben a Búzavirág pávakör műsorában Somogyi Mulatós és Eger környéki boros dalokat hallhatunk. Felkészül Daróczi László és a Ritmus Tánc csoport. Fogadjuk őket nagy szeretettel! Három kéve kenderemben benn maradt a vízbe, mert nem tudtam kikötetni ebbe hidegőzbe. De csak hal maradjon, csak a pohár forogjon, vinom nálom, vigyunk hát nem bánom. Sógorasszony, komám asszony, elmennék a hegyre, úgy siessünk, hogy megjöjjünk holnap után délre. A dolog maradjon, csak a pohár forogjon, vinom nálom, vigyunk hát nem bánom. A dolog maradjon, csak a pohár forogjon, iszom a bort, rúgom a port, szeretem én a szép asszonyt, ragyogom csillagom, szép asszonyt a járásáért, vékony torcsú derekáért, ragyogom csillagom, szép asszonyt a járásáért, vékony torcsú derekáért, ragyogom csillagom. Sárga szíjas a mocskorom, még az éjjel elmulatom, ragyogom csillagom, eladom a gyeplékhámot, éljek egy kis jó világot, ragyogó csillagom. Eladom a gyeplékhámot, éljek egy kis jó világot, ragyogó csillagom. Bekapáltuk a szőlőnket három ízben is, nem sajnáltuk az erőnket, de volt haszna is. Völgyek szeret a folyóvíz, nem a kopasz gombot, fene látott szűrdolmányon apró ezüst gombot. Völgyet szeret a folyóvíz, nem a kopasz gombot, fene látott szűrdolmányon apró ezüst gombot. Fáradozva emlegetjük a szürek nevét, ugye kedves komám asszony, isszuk a levét. Völgyet szeret a folyóvíz, nem a kopasz gombot, fene látott szűrdolmányon apró ezüst gombot. Völgyet szeret a folyóvíz, nem a kopasz gombot, fene látott szűrdolmányon apró ezüst gombot. Jaj, Istenem, mit csináljak, mikor semmim sincsen? Életembe kórhely voltam, így ott semmim sincsen. Se jó ingem, se jó gatyám, rossz kalapom sincsen. A dolmányom igen rongyos, jó pár csitmám sincsen. Meg is házasodtam volna, feleségem sincsen. Megszületett a kisgyermek, még az apja sincsen. Már én többet nem, már én többet nem, már én többet nem, nem, nem iszom, a kancsót a szögre akasztom. Azért is iszom, azért is iszom, azért is iszom az angyalát, én kerestem meg a borárát. Szabulnak az asszonyok, hogy én mindig bort iszok, iszok is kedvemre, váljék egészségemre, iszok is kedvemre, váljék egészségemre. Gyula bácsi emberken, no hát akkor igyéken, billegjünk, ballagjunk, meg megálljunk, itassunk. Billegjünk, ballagjunk, meg megálljunk, itassunk. Olyan fene asszony vagyok, egy tojásra kétszer gyúrok, hogyha muzsikaszót hallok, téden állva lisztbe mászok. Hogyha muzsikaszót hallok, téden állva lisztbe mászok. A szerelem addig édes, míg
ingadozik, pedig az csak víztől rázik. Lámanád is ingadozik, pedig az csak víztől rázik. Pince, pince, 13 sor pince, hey! A pasika legszébb barna menyecske, válik érő gyöngyör haja, csepp szája, de szeretnék véle menni a bárba. Önhiteles korsó van a kezembe, barna legény mindig te jutsz eszembe. A gyöngyör haja gyöngyörre van levágva, de szeretnék véle menni a bárba. A göndör hajad rövidre van levágva, de szeretnék véle menni a bárba. Ősszel érik a fekete szőlő, ősszel házasodik a szerető, ha meg nem hív a lakodalmába, száradjon el. Köszönjük szépen ezt a szép csokrot a Búzavirág Páva körnek. Következő fellépőnk Daróczi László, a Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület tagja. Nagyon szereti a magyar nótákat, népdalokat, szívesen citerázik és énekel szólóban. Most egy népdalcsokort fog előadni. Fogadjuk szeretettel! Felkészül Ritmus Tánccsoport és Szabó Julianna énekes. Nem messze van ide kis Margita, környes körül befolyja Tisza. Közepében koponyai csárda, benne egy betyár idogál magába. Amott jönnek hárman a zsandárok, jaj, de szépen fénylik a csákolyó. Elől megy a zsandárok káplárja, egyenesen be kis Margitára. Adj Isten jó estét, csaplárosné, hát ez a szép pejparipa kié. Jó bort iszik annak a gazdája, most érkezett, nincs egy fél órája.
küldje ki hát azt a kutya betyárt. Nem bántjuk mi, ha megadja magát. Ki sem megyek, meg sem adom magam. A zsandár csak vigyel a lovam. A lovamat nem annyira bánom, csak a nyereg izzasztót sajnálom. Nyeregizasztóban bugyellár is, abban hever egy pár ezer forint. 100 forintot adtam a pejlóért, másikat a rávaló szerszámért, harmadikat egy szép barna lányért, kit nem adnék széles e világért. Harmadikat egy szép barna lányért, kit nem adnék széles e világért. Isten mondja, Noé fiam, Noé, kóstoljuk meg, ez az új bor jóé. Noé mondja, iszom reggel óta, gyere, pajtás van még a hordóba. Noé mondja, iszom reggel óta, gyere, pajtás van még a hordóba. Isten mondja, Noé fiam, Noé, kóstoljuk meg, ez az óbor jói. Noé mondja, ihaj, csuhaj, Mári, ettől kezdek három Istent látni. Noé mondja, ihaj, csuhaj, Mári, ettől kezdek három Istent látni. Utcára nyílik a kocsmajtó, kihaladszik belőle a szép muzsika szó. Sört ide, bort ide, szép pincér leáll, hadd mulatom ki magam igazán. Sört ide, bort ide, szép pincér leáll, hadd mulatom ki magam igazán. Szeretni, szeretni, szerettelek, feleségül elvenni sose mertelek. Mennyasszonyi fától a fejedre kerül, szívem a bánatba belemerül. Mennyasszonyi fától a fejedre kerül, szívem a bánatba belemerül. 100 forintnak 50 a fele, tegye meg a fészkes fekete fene. Nem lehet az ember fából kikerugni a hámfából. Nem lehet az ember fából kikerugni a hámfából. Azt mondják, hogy részeges vagyok, pedig csak a jó bort szeretem nagyon. Megverem a csizmám szárát, csókolom a babám száját. 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 Köszönjük ezt a fantasztikus előadást Daróczi Lászlónak. A következő fellépünk a Ritmus Tánccsoport. A tánccsoport 2018-ban alakult, tangót kezdtek tanulni Kesziné Csaholci Valika és Piszár Andrásné Ilike irányításával. Küzdenek a kemény próbákkal, a fellépések lámpalázával. Mindannyian szeretnek táncolni, de csoportban való táncolásra most nyílt lehetőségük.
Vannak, akik régi vágyuk vált valóra, hogy olyan zenére és úgy táncolhassanak, ami magával ragad és elvarázsol, amit a környezetükben mások is ámulva és csodálattal néznek. Első megmérettetésükön 2018. októberében a Bogácson megrendezett 8. országos nyugdíjas találkozón és fesztiválon kiemelt külön díjat kaptak. Hatalmas volt az öröm. A produkciójuk címe Ismerkedés, tangó, táncjáték. Koreográfiát készítette Kessiné Csaholci Valéria, betanította Kessiné Csaholci Valéria és Piszár Andrásné Ilona. Fogadják szeretettel és biztassák tapsal őket. 2019. február 22-től 24-e között Szegeden megrendezett országos és nemzetközi fesztiválon ezüst minősítést kapott a tánccsoport. Fogadják sok szeretettel! Felkészül Szabó Julianna énekes és Majoros Sándor. Trivialities and fate.
with a pinch of spice and vice has changed the life of small and great. La chambre séparée, that lusty hideaway, has many little secrets to tell of yesterday. Some trivial, some trite, some cool as a fight, some rendezvous made history or ended in a fight. La chambre séparée, that lusty hideaway, has many little secrets to tell of yesterday. Some trivial, some trite, some oolahs with fight, some rendezvous made history or ended in a fight. Még én is elkezdtem hátul táncolni. A következő fellépünk Szabó Julianna. Ő Nadányi Tánccsoport tagja. Gyermekkora óta szereti a népdalokat, nótákat. Tavaly, hogy nyugdíjas lett, azóta foglalkozik így mélyebben a magyar nótával. Most Magyari József kíséri őt citerán, aki a nyugdíjas klub tagja. Most énekelnek együtt először. Ebben az évben kezdte el komolyabban fogadni a megmérettetéseket, és jobbnál jobb sikerekkel gazdagodott. Fogadják őt nagy-nagy szeretettel. Felkészül Majoros Sándor és Nagyné Kapás Júlia. Kötöm lovamat szomorú fűszához, megkötöm szívemet gyönge violához. Lovamat eloldom, mikor a holt felkel, de tőled violám csak a halál old el. Nem szoktam kalickába hálni, csak szoktam zöld erdőbe járni, zöld erdőbe járni, fenyőmagot enni, fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni, zöld erdőbe járni, fenyőmagot enni, fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni. Zöld erdőben, de magos, zöld erdőben, de magos a juharfa. Kicsi madár a fészkét, kicsi madár a fészkét oda rakja. Zöld erdőben a dalos madárnak is van párja. Csak én magam egyedül, csak én magam egyedül vagyok árva. Este szoktam sejehogy, este szoktam a lovamat tucolni. Reggelig tart sejehogy, reggelig tart a szerszámot rárakni. Csillag ragyog a kis fejlovam fején, nem kantál. Gyáva legény sejehogy, gyáva legény, ki a lányokhoz nem jár. Rózsa, rózsa, rózsafa,
te józsa rózsa, te a rózsa levele. Nem beszéltem seje, hogy nem beszéltem a rózsámmal az este. Zsebkendőm is nála van a zsebébe. Visszahozza seje, hogy visszahozza, ha akarja az este. Zsebkendőm is nála van a zsebébe. Visszahozza seje, hogy visszahozza, ha akarja az este. Rózsa, rózsa, labda, rózsa levele. Csak egyen legény nevetek a kedvemre. Azt is azért nevették a kedvemre. Kék a szeme, göndör haja fekete. Azt is azért nevették a kedvemre. Kék a szeme, göndör haja fekete. Alig várom, hogy a nap lenyugodjon, hogy az égen páros csillag ragyogjon. Ragyog csillag, páros csillag sokáig, kísérj el a szeretőm kapujáig. Ragyog csillag, páros csillag sokáig, kísérj el a szeretőm kapujáig. Csillag, csillag, páros csillag az égen. Láttad-e az én rózsámat a réten? Láttam bizén zöld rozmaringedőben, sárga teja rózsa nyillott ki a kezében. Láttam bizén zöld rozmaringedőben, sárga teja rózsa nyillott ki a kezében. Köszönjük szépen Szabó Juliannának ezt a szép népdalcsokrot. Most pedig következik Majoros Sándor, aki Nádudvarról érkezett. Majoros Sándor szívesen énekel szólóban, klub meghívásoknak szívesen tesz eleget, több rendezvényen találkoztunk már, szereti nagyon a magyar nótát, most is egy szép nótacsokrot fog előadni. Hallgassuk szeretettel! Letagolok minden könnyet, amit szemem te miattad ejtett. Ha kérdezik, az hadodom, hogy a szívem mindent elfelejtett. Csak titokban éjjelente kerülgetem a hádatok táját. Boldog vagy-e, kérdezgetem, kis kertetek öreg akát fáját. Azt felelte az öreg fa, csalódtál, hisz boldogtalan lettél. Ezerszer is megbántad már, valamikor engem kinevettél. Könnyes szemmel, üres szívvel, bánatosan élsz egy régi hádban. Ó, fehér a sejem ruhád, de lelkedben mindörökre gyász van. Könnyes szemmel, üres szívvel, bánatosan élsz egy régi hádban.
mosolyogni próbálsz néha, de lelkedben mindörökre gyász van. Sűrű sötét felhő, vékony holdvilág, járom az erdőnek bokros hajnalát. Zsivány módon járok bokros utakon, pedig csak szerelmes szíven hordozom. Harmatos a csizmám, nem sajnálom én, harmatos a szűrőm, azt se bánom én. Rövid az éjszaka, csak ott bánom én. El kell válnunk, rózsám, azt sajnálom én. Rövid az éjszaka, csak ott bánom én. El kell válnunk, rózsám, azt sajnálom én. Cigányok barátok, valahogy ma oly jó kedvem van. Lautámat játszátok, mert abban a szívem, lelkem van. Öröm vagy bánat ér, ide jön az ember mindig hozzátok. A jókat sokat ér, se tézni ti oly jól tudjátok. Öröm vagy bánat ér, ide jön az ember mindig hozzátok. A jókat sokat ér, de tézni ti oly jól tudjátok. Prímás, mint a kadár, tele van a szívem nótával. Lelkembe belelát, gyere ide most a bandával. Húzzátok, húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Köszönjük szépen ezt a szép előadást Majoros Sándornak. A következő fellépünk Nagyné Kapás Júlia. Ő a berettyóújfalusi Nadányi Zoltán Műfász Senior Tánccsoport tagja és vezetője. Nagyon szeret énekelni, több elismeréssel rendelkezik. Magyar nóta szeretetét édesapjától örökölte. Fogadjuk nagy-nagy szeretettel. Felkészül Daróczi László és a Nádirigó Népdalkör. Galamb szívet örököltem az édesanyámtól, de a népdalos nótás kedvet az édesapámtól. Ők neveltek, tanítottak minden szépre, jóra. Fehér lelkű kis galambom szerelemre csókra. De megbecsülöm édesapám, anyám örökségét. Szívem mélyén őrizgetem szerelmem hűségét. De az én édes kicsi párom hasonlít anyámra. Én pedig a nótás kedvű édes jó apámra. De az én édes kicsi párom hasonlít anyámra.
én pedig a nótás kedvű, drága jó apámra. Nem szörög a haraszt, ha a szél nem fújja, ne virágos a kedvem, ha a prímás húzza. Hajlik szívem jobbra-balra, mindegy neki szőke vagy barna, de nem vagyok én olyan válogatós fajta. De hajlik szívem jobbra-balra, mindegy neki szőke vagy barna, nem vagyok én olyan válogatós fajta. De rólunk beszél már az egész világ szája. De azt mondják, hogy te vagy az én szívem párja, de tagadjuk, hogy igaz volna. Mégis azt mondja a nóta, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Ne tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja a nóta, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Köszönöm szépen! A Nádvirigó népdalkor következik. Ők 17 éve alakultak, énekelni szerető tagokból, hétfőn délutánonként tartják összejövetelüket. Számtalan klubbal tartják a kapcsolatot, felléptek már külföldön is, Zatol Csíkszentkirályon, valamint több országos rendezvényen. Több arany és ezüst minősítéssel rendelkeznek. Örömmel szerepelnek a közösségi rendezvényeken, és minden meghívásnak megpróbálnak eleget tenni. Fogadják műsorukat szeretettel. Márkus Ice betegsége miatt a csokrot betanította Ágoston Imréné Erzsike, a népdalkör vezető helyettese. Felkészül Hegyesi József és Tóth József. Fogadják sok szeretettel őket. Ablakomba három cserét muskátli, könnyeimmel szoktam én a
Még azt mondják, hogy harcakon nincs átnézik út. Pedig oda már már köbből visszagyalog út. Ezüst a csap, réz a csavar, rajta vedel, bruk a cintányért. Párja szívemet hallok a kedves babámért. Ideje van a kutyának, el se ugatni. Néked pedig édes lányom, félhez kell menni. Félhez mennék, édes anyám, édes, kedves, drága jó anyám. Öreg vagyok, nem kellek a kutyának sem már. Félhez mennék, édes anyám, édes, kedves, drága jó anyám. Öreg vagyok, nem kellek a kutyának sem már. A feleki torony, de messzire ellátszik. Tetejébe, papám, piros rózsa virágzik. Azt a piros rózsát száz felé fúj a szél. Ha meg utána, papám, szabad, hogy már szeressél. De szép kék szilárvány koszor húzza az eget. Elraboltál tőlem a régi szeretőmet. Elraboltál tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, aki megérdemelte. Elraboltál tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, aki megérdemelte. Nincs is annál begyárosabb élet, amely is lány magad legyőszer. Juhász megényre fekszik a gyepre, nem vágyik a sringet lepedőre. Nincs is annál begyárosabb élet, amely legény marró kislány szeret. Marró kislány zörgeti a gépet, húzd rá cigány ez a betyár élet. Varró kislány zörgeti a gépet, húzd rá cigány ez a betyár élet. Varró kislány zörgeti a gépet, húzd rá cigány ez a betyár élet. Köszönjük szépen ezt a szép előadást a Nádi Rigó Népdalkörnek. Közben Dalóczi László előkerült. Szóval fogadjuk nagy szeretettel Dalóczi Lászlót, aki a Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület tagja, előbb énekelt, most pedig citarán fog egy nóta népdalcsokrot előadni nekünk. Fogadjuk sok-sok szeretettel. Felkészül Hegyesi József és Tóth József. Thank you.
Köszönjük szépen ezt a szép előadást Daróczi Lászlónak. A következő fellépünk Hegyesi József, ő püspökladányi, szereti a népdalokat, régóta szereti a népdalokat énekelni, ha meghívást kap, szívesen fellép rendezvényeken. Most egy népdalcsokrot ad elő. Citerán kíséri Kis Sándor. Fogadják szeretettel. Felkészült Tóth József nagyhegyesre és az alvégesi tánccsoport Nyíregyházáról. Ülök a fekete halomra, onnan nézem, merre legel a gólya. Parancsolom bojtáromnak, pisztának, csapja meg a bal szárnyát a gólyának. Megcsapta a bal szárnyát a gólyának, mindjárt látom, héja van a marhának. Sárga lova, hányvára van kikötve, kinek tetszik, menjen rajta keresve. Elköltözött a daru meg a gólya, senki sincs már a pusztába maradva. A pusztában magam járok egyedül, rajtam még a jó Isten sem könyörű. A pusztában magam járok egyedül, rajtam még a jó Isten se könyörű. Van kenyerem, szalonnám, szemre való a babám, bográcsos húsom eszem, jó borral öblögetem. Úgy ég a tűz, halóbó, úgy élek meg halopó, loptam csikót, lopok ki, ha felakasztanak ki. Loptam csikót, lopok ki, ha felakasztanak ki. Korcsobájon kivirult az ibolya, közepibe szépen legel a gólya. Hívjás vagyok a hortobájon, jeten hálok, nem a paplanos ágyon. Kis új szállás, kenderes felhatáros, kiéjez a gulya, ménes, de száros. A folytárja sáron vízen utána, számadója bortiszik a sárdába. A bojtája száron vízen utána, számodója bortizik a csárdába. Megkötöm lovamat szomorú fűszfához, megkötöm szívemet gyönge violához. Lovamat eloldom, mikor a hold jön fel, te tőled, violám, csak a halál old el. Nem szoktam fejem ágyban állni, csak szoktam zöld ágakra szállni, zöld ágakra szállni, fenyőmagot enni, fenyőmagot enni, gyöngycsarmatot inni. Zöld
ládákra szállni, fenyőj magot enni, fenyőj magot enni, gyöngyharmatot inni. Köszönjük szépen ezt a szép előadást Hegyesi Józsefnek. A következő fellépőnk Tóth József Nagyhegyesről. 2015 óta tárogatózik, tagja az Országos Tárogató Szövetségnek. Szereti a közönséget szórakoztatni, nótákat kísérni hangszerével. Fogadjuk szeretettel előadását. Felkészül Alvégesi Tánccsoport Nyíregyházáról és Fekete Imiréné püspökladányból. Thank you.
Köszönjük szépen ezt a szép hangszeres előadást. A következő fellépünk az Alvégesi Tánccsoport Nyíregyházáról. Az Alvégesi Tánccsoport 2011-ben alakult 6 fővel. Jelenleg 14 fős a csoport, csacsacsát kezdtek tanulni, melyet 2015-ben aranyfokozatot kaptak a Hontravel Kft. Által szervezett országos nyugdíjas Kimit Tudon. Repertoárjukban van cigánytánc, ezzel Madarász Katalin háttértáncosai voltak, tangó, roki, üveges tánc, tirpák népi táncok, bajor népi táncok, zumba és balett paródia, spanyol táncok, kánkán. Ezeket művészeti vezetőjük Piszár Andrásné Ilike tanította, tanítja be. Tarsójukban több kiemelt arany, számos aranyfokozat, aranyérem, ezüstérem, első és második helyezés, külön díj van. Szívesen vesznek részt minden rendezvényen, amelyre meghívást kapnak. Ruháikat és kiegészítőket maguk készítik. Most kánkánt adnak elő, fogadják őket nagy szeretettel. Felkészül Fekete Imréné és a Sáréti Népi Együttes Egyesülete. We'll be right back.
A Sáréti Népi Együttes 1958-ban alakult. Tavaly november 17-én ünnepelték meg egy színvonalos jubileumi műsorral az egyesületük 60 éves évfordulóját. Ez idő alatt számtalan elismerésben volt részük. TV-rádió felvétel is készült az együttessel, Pro Urbe 1998, Püspök Ladány önkormányzata, Megyei Prímadék 2011, többszörös Arany Pálva díj, Arany Pálva nagy díj tulajdonosai. 2010 óta Iff Tóth Gyula, a népművészet ifjú mestere, művészeti vezető, aki citera készítő pedagógus is. Az együttesnek jelenleg 23 tagja van, többségben nyugdíjas emberek. A Sáréti Népi Együttes elnöke Szabó Sándorné, művészeti vezetője Iff Tóth Gyula. Most egy népdalcsokrot fognak előadni. Fogadjuk nagy szeretettel őket. Felkészül a Nadányi Zoltán Művélődési Ház Senior Tánc csoportja. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a Sáréti Népi Együttesnek ezt a remek előadást, és szeretném korrigálni, a Sáréti Népi Együttes művészeti vezetője, ifjabb Tóth Gyula. Most pedig az utolsó előadás következik a kis Ki mit tudunkon, mégpedig a Nadányi Zoltán Művelődési Ház Szenior Táncsoportja Berettyó Újfaluból. Csoportjuk 11 fővel működik, átlag életkoruk 73 év. Most négyen képviselik a csoportot, sok oklevéllel és minősítéssel, 6 arany, 2 ezüst és 1 bronz minősítéssel rendelkeznek. Minden meghívásnak szívesen tesznek eleget. Most cigánytáncot fognak előadni. Fogadjuk őket szeretettel. Itt a bufó, ide húzza, nem mulat az egész banda.
Remélem mindenki elfoglalta a helyét, és végre megkezdjük a kis értékelésünket. Egészségére az ebédet mindenkinek. És akkor próbálom sorba mondani a fellépők sorrendjében. Először is köszönöm szépen mindenkinek a kis műsorát. Szerintem mindenki megérdemli a dicséretet, mert aki fölkészül, elutazik, eljön, kiáll a színpadra, hogy másoknak megmutassa, hogy mit tud, az csak dicséretet érdemel. Teljesen mindegy, milyen korban, de ahogy telik az idő, meg még nagyobb dicséretet érdemelnek, akik fáradtságot nem kímélve elutaznak, és megmutatják tehetségüket. És nagyon örülök, hogy ilyen sokan ápolják a népdal, a magyar nóta, a tánc hagyományát csoportosan, szólóban. Mindegy, hogy hogyan, de szerintem ez boldoggá tesz bennünket a nehéz hétköznapokban. Egy kicsit kikapcsolódunk, jól érezzük magunkat, barátkozunk, ismerkedünk más csoportokkal, emberekkel, és muszáj, hogy az életünkbe vigyünk egy kis vidámságot. Tehát én mindenkinek csak gratulálni tudok a mai napra. Tartunk egy kis értékelést, és akkor remélem, hogy mindenki jó ízzel fog innen távozni közülünk. Elsőként kérném a színpadra a Berettyó Parti Nyugdíjasok Egyesület képviseletét. Szeretném elmondani, hogy kiosztom az okleveleket és az én kis ajándékomat, aztán viszont a két zsűritag és a zsűri elnöke elmondja az értékelését, ők még hozzáfűzik a dolgaikat. Sas Lajos kérem a színpadra. Kérném szépen a Márkusica Hagyományőrző Nóta és Népdal Egyesület képviseletét. Jó, és akit kiszólítok, az maradjon a színpadon. Kérem Kerekes Sándorné énekest. Igen, a hölgy elmondta, amit mindig mondani szoktam, hogy nem számít, hogy elmúltak az évek, ha a szívünkben még zeng az ének. Míg onnan ki nem fogy a dal, addig maradsz nagyon fiatal. Kérném szépen a Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület vezetőjét. Kérem szépen Báci Józsefnét a színpadra. Jó, kérem a Búzavirág Pálvakör Egyesület képviselőjét.
kérem Daróczi Lászlót a színpadra. Kérem a ritmus tánccsoport képviseletét. Szabó Juliannát kérem a színpadon. Majoros Sándort kérem. Nagyné Kapás Júliát kérem. A Nádirigó népdalkör képviseletét kérem. Hegyesi Józsefet kérem a színpadra. Tóth Józsefet kérem. Az Alvégesi Tánccsoport képviseletét kérem. Sáréti Népi Együttes képviselőjét kérem. A Nadányi Zoltán Művelődési Ház Senior csoportjának képviselőjét kérem. Most pedig szeretném kérni Szénási Szűcs József urat és Tányér József urat értékeljék ők is az előadásokat. Még mindig
egyeztettem, azért késtem el. De ez nem igaz. Na, a zsűrinek most is nagyon nehéz dolga volt. Ezt is szokták mondani, ugye? Hát, most aztán tényleg. Mert a környék legfelkészültebb együtteseit, énekeseit, szólistáit hallottuk. És tényleg nagyon nehéz dolgunk volt értékelni. Én a végeredményt mondanám, és a kollega az meg megindokolja, hogy miért az. Kórus kategóriában, népdalba a Kabai Búzavirág együttes jutott nálunk a legkiemelkedőbb helyre, nem első helyet mondok, kiemelkedőbb helyre, és ők kapnák a külön díjunkat. Magyar nóta kategóriába Daróczi Lászlót találtuk, megosztva Szabó Júliával. Nagyon színvonalas, szép műsorszámot adtak elő. Tánc kategóriát, mert négy kategóriára osztottuk, hogy valamennyire igazságosan tudjunk dönteni. Tánc kategóriában a Ritmus táncegyüttes kapná a külön díjunkat, és a Szép korúak együttese kapná a külön díjunkat. Hangszeres kategóriába Tóth József kapná a külön díjunkat, és kiadnánk egy külön fődíjat, hát nem csak a múltjára való tekintettel, hanem a színvonalra való tekintettel is, a Sárépti Népi Együttest külön díjjal jutalmaznánk. Mindenkinek a zsűrim is megköszöni a munkáját és a felkészülést, mert láttuk, hogy komolyan készültek erre a műsorra, és nagyon-nagyon köszönjük, és kívánok további sok sikert a munkájukhoz, és hogy minél többször találkozzunk hasonló körülmények között, mint most. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Igen, tehát majd a külön díjakat mindjárt átadjuk. Én is szeretnék egy pár szó összegzés. Itt a nagy melegre volt tekintettel, túl sokat nem szeretnék beszélni. Először is köszöntöm a Máriákat én is, és örülök, hogy kollégáimmal házigazdái lehettünk ennek a szép délelőttnek, és még várhatóan ugye a műsornak. Gratulálok a szervező Marikáiknak, a Jászlimbokor nótakörnek, és hogy Alpogástól is elmondta, tényleg egy szép kapcsolatot, egy gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk civil szervezeteinkkel, ugye többek között a nótakör, és én örülök, hogy az ősz, a szüretet, ugye a szüret előtt a nőben is benne van, egy ilyen Ki mit tuddal indíthattuk a magyar nóta igazi hungarikum, a népdal, a néptánc, a magyar kultúra gyöngyszeme, és azért is fontos, ugye láttam, hogy jól érezte magát a közönség és a fellépők is, és azért is fontosnak találok egy ilyen Ki mit tudott. Azzal, amit elmondott itt Marika sok szépet, ugye a hagyományt, a kultúra átadását, de ami nagyon fontos, a közösségépítés. Tehát ahogy készültek önök, ahogy készültek itt az együttes vezetői, gondolom, hogy hosszú próbák sora előzte meg, és izgatottan készültek a mai délelőtre, illetve délutánra is, és az egy közösséget kovácsolt, egy közösséget épített, és mi azt is néztük, hogy ugye a mindenki díjazott, ahogy Marika is elmondta, de tényleg olyan örömmel léptek föl, összhangban voltak az együttesek, és így mindenki, tehát a duók, a tánccsoportok, hogy tényleg nagyon ahogy nehéz volt ugye a döntés, de nagyon jól szórakozott a közönség is, és jó magam, és én csak biztatom önöket, ugye ahhoz, hogy megtartsák ezt a színvonalat, és ugye tovább vigyék ugye a térségben is, hiszen örülök, hogy nem csak a helybeli, hanem Beletyújfótól kezdve Nyíregyházáig, Karcagig, ugye itt voltak, és bízok benne, hogy ez a kapcsolat nem szakad meg, és a fiatalabb generáció is kedvet kap majd egy ilyen és hasonló Ki mit tudra. Köszönöm szépen.
meghallgattak. És akkor átadnánk a könyvcsomagot. Ugye a népdal csoportban a búzavirág. Itt van, ennél vegyük. A búzavirág népdalkör képviselőjének. Aztán magyar nóta egyéniben a Daróczi László és Szabó Julianna megosztva külön díjat. Aztán hogy a tánccsoportban itt is megosztva a Ritmus Táncsoport és a Vésztői Szépkorúak Egyesülete. És a Ritmusnak. És van még, ugye a hangszeres kategóriában Tóth József, Nagyhegyesről. Ja, itt van a József. Nem a Józseféhez, igen. Gratulálok. Jó. És akkor a Sáréti Népi Együttesnek. Tényleg elbűvölt bennünket szokásával szíven, és én bízok, hogy tényleg továbbadja ezt a hagyományt a fiatal generációnak. Köszönjük. Jó, és én is szeretném átadni a zsűrizésért Tányér József úrnak. A köszönetünket fejezzük ki, hogy elvállalta ezt a nemes feladatot, és fogadja tőlünk szeretettel ezt a kis emléklapot és kis ajándékot. És Szénási Szűcs József úrnak, hogy ő is elvállalta ezt a feladatot, és végigülte, és zsűrizett, és kritizált, de azért jól érezte magát, reméljük. Köszönjük szépen! Jó, tehát ezzel a mai Ki mit tudunk véget ért, és akkor most folytatjuk a nóta műsorunkkal. Fogadják szeretettel a kis előadásunkat, és remélem, hogy szórakoztató lesz. Lesznek nótaénekesek, és fog jönni a Sűi Károly művész úr, nem soká meg fog érkezni, és ő is szórakoztat bennünket. Köszönjük szépen mindenkinek! Szüret előtt már nincs elég idő, hát szüret után lesz az esküvő. S majd azután Lászlótra megyünk, és egyenvölgyön boldogok leszünk. Majd oda viszlek téged, cicám, ahol majd azt húzza a cigány, hogy déli bábos hortobágyon egy kis kurta kocsma van, mert a jogot úgy imádom, hát ott érzem jól magam. Keresett engem a családom, sohasem ér véget a dínom dánom. Éli bábos sportobágyon, minden bálik húzatom, mert jobb itt adom, egy nagyobb kopogok, és száz ittével jó bort hozatom. Minden ilyen ezek a borom, velük az egész színpad forog. Jaj, jaj, féli bához fortobágyon,
Köszönjük szépen!